Na sziasztok, Csán vagyok, és elérkezett a Liverpool Upgrade újabb része, most megszámoltam, ez már a 13. rész lesz, és közeledünk nagyon a vége fele. Már csatárposzton sincsen sok változtatnivaló, igazából a egy szélső védő vár még ránk, és kettő darab belső védő fejlesztés, és középpályán vár még ránk egy pár darab fejlesztés. Ott picit több lesz, de majd felgyorsítjuk valahogy, mert hogy a végére már ne legyen unalmas, hogy szerzünk egy csomó pontot, aztán még sincsen fejlesztés, mindegy. Előző részben ugye első mércsi nem tudtunk fejleszteni senkit, a másodikon pedig Mario Balotellit és a legendát Steven Gerrardot tudjuk a csapatba tenni. Most reménykedem benne, hogy Hendersont nagyjából ki tudom cserélni majd arra a játékosra, akire szeretném. Esetleg, ha sikerül, még Firminót is lecserélném. És a védelemből most már feltétlenül szeretnék valakit cserélni. Lássuk is a mérkőzéseket. Meg is van az ellenfelünk, aki nem más, mint Logical Game. Informberg, ez egy görög bajnokságban lévő csapat, és Olympiakos, PAOK és Panathinaikos, Szápiridis, Domingueszről tudom, a támadó középpályás, Tóth Roberto a kapus, azért itt is meg lehet szenvedni, bízunk benne, hogy valamit sikerül összehozni. Olatubé, nagyon nagy hiba, Krütel, szerencsére Berg nem rakott bele elég erőt, urálják pedig a mérkőzést. Hol a Touré szerelt. Azt a rohadt Marcus Berg milyen szép gólt lőtt. Megint nem lesz védve Upgrade, hogyha így folytatom. Nem hiszem el. Védők pedig már alig van. Jó, hát ez gyönyörű gól volt. Hát ez kb. Számomra védhetetlen. Skrütel! Skrütel! Nem hiszem el, Roberto véd. Szép védés volt mondjuk azért. Ezt át fogom állítani, hogy Gerrard legyen. Viszont nano labdát szerez. Szápigidis nagyon szépen csinálta, és senki nem érhetünk a... Mignolet jön ki. Kolotúré, nem hiszem el! Nem hiszem el! Hát elvettem tőle a labdát, de oda gurította neki. Boréni, látom Balót érkezni, Baló, de nem, inkább Sterlingnek adják, Sterling, Gerrard, Henderson leteszi Sterlingnek, Sterling, David Foster, Berg, jó azért, nem fog mindenbe menni, Lüdberg egy szép gólt, aztán annyi, leteszi, Henderson, Roberto véd, Roberto pedig elég jó véd mondjuk. Line. Fél idő van, 2 múlva az állás az ellenfélnek. Hát, volt egy szerencsés, mert egy szép góljuk. Folytassuk inkább. Borini nem volt le sem, Borini. És Borini végre beveszi Roberto kapuját. Balotelli gólpasszából Borini vette be a kaput. 2-1 az állás a 48. percben. Ez egy nagyon szép gól volt, bár kellett hozzá egy kis szerencsés, mert Borini köténybe lőtte be. Balotelli adna még egy gólpasszt, megáldanám az isteneket, és lecserélném Hendersont. Dominguez, és ez gól lesz. 3-1 az állás. De nem hiszem el, egy csomó olyan szabálytalanság van, amikor ők szabálytalanok és nem fúj be semmit, de amikor én picit hozzáérek, akkor egyből befújja, pedig én vagyok hazai pályán. Borini? Firmino, nagyon szép! Roberto Firmino megszerzi a második gólját a csapatban, valamint a mérkőzésen a csapat második gólját is. Szerintem Borini adta a gólpaszt, jól láttam. Firmino... Az sem volt szabálytalan, pedig láttátok, hogy Firminót felakasztották. Nem úgy. Rage Pit. És ez most nem EA szerver, ez Rage Pit. Nem tettek róla. Rage-elt az ellenfél, ami azt jelenti, hogy egyetlen egy szabad fejlesztést kaptunk, ha minden igaz, mert nem volt két gól passzos szerintem. Ugye Rage Pit?
Bécskit. Valamint náluk volt a Man of the Match, szóval az nem pálya. Nem. 1-1. Így van. Éppen ezért csak egyet tudunk fejleszteni, és ezt szerintem most megtesszük a... Ja, megtesszük védőposzton, mert oda kéne a fejlesztés nekünk. Mindjárt jövök vissza a fejlesztett játékossal. Itt is vagyunk a fejlesztett játékossal, aki nem más, mint Glenn Johnson. Az inform verziója 80-as tempó, 72-es passz, 79-es védekezés, 78-as fizika, 76-as labdavezetés. A sima is, sima az nagyon jól teljesített, bár nem tudom, Klein gyorsabb egy picit, és ezért jobban meg tudja fogni a bal szélen ilyen rajszokat, de Johnson meg erősebb, és ki tudja ezért lökni őket. Bízom benne, hogy sikerülni fog, és akkor szélső védőposzton is fixálva vagyunk. Most már csak két belső védőt kell fejleszteni, hogy a védelem teljes legyen, és akkor nézzük is meg a következő mérkőzést. Itt is van ellenfélünk csapata, nem olvastam fel a címet. Fut, Arnautovic, Vargas, Lamela, Majuka, közési középpályásként. Fernandinho, Klisi, Koscielny, Mangala, és nem láttam a utolsó két embert, a kapus meg a bal hátvédet. De megnézzük, hogy mit tudunk csinálni ezzel a BPL csapat ellen. Ez is valami épülő csapat lehet. Kíváncsian várom, hogy mit tudunk kihozni, de szép a pálya. Majuka, úgy van, Majuka közésű középpályásként. Borini, Balotelli, és 1-0 az állás második percben. Mario Balotelli szerezte a gólt. Diakiti a másik közésű középpályás. Lamela, Sterling, de szépen csinálta Sterling. Raheem Sterling, bepassz, Balotelli, 2-0. Sterling is kiosztja a gólpasszt. Mindkét szélső gólpasszal járult hozzá eddig. 14 perc alatt 2, és el is vesztettük a connection-t. De így viszont nem jó, mert csak egyet fejleszthetünk megint, szóval várnia kellett volna még egy Baló gólt Sterling gólpasszal. Két Rage Fittes meccs. Baló egybe. Sterling megint nem adtam el a gólpasszt, ezt Sterling gyereket nem szeretik. És védelemfejlesztés nem érdekel, mert 100%-os volt a védelemben. Szóval kettő fejlesztést tudunk alkalmazni, akkor egy védő és egy bármilyen, amit döntök, de szerintem most középpályás fejlesztés lesz, és Balotellit egy ideig még hagyjuk a csapatba, mert ez most egy elég meggyőző volt ez a mostani produkció. Nem tettek róla, srácok, ilyen rövid volt most ez a videó két Rage Quit-tel, és az előzőben tényleg győzelem rá az ellenfél, de ő lépett le, nem tettek róla. Mindjárt jövünk vissza a csapattal. Itt is vagyunk az első fejlesztésünk, aki nem más, mint Mamut Sakho, és ő egy stabil, elég stabil középhátvéd. A 68-as tempónál jóval többnek tűnik, már még így nem használtam, csak régi generációs konzolon, de ott nagyon bevált, és 83-as fizika, 80-as védekezés, remélhetőleg itt is ki lehet majd használni, már elég sok embernél láttam őt is, hát tényleg elég jól szokott dolgozni, bízom benne, hogy itt se lesz vele gond. A másik emberünk pedig nem más, mint Lallana harmadik és egyben utolsó verziója Inform kiadásban. Hát ezért ez már egy elég komoly, hoppá, elég komoly Lallana. Láthatjátok, hogy már német, nem bírtam ki, már játszottam vele németcsét, és egy gólt lőtt ez alatt. De nagyon jól játszott nekem, nagyon tetszett, simán megérte megvenni, és bízom benne, hogy jó lesz. Így néz ki most a csapat. Középpálya, amit megszámoltam, van 4 darab fejlesztésünk, csatársorban van 2 darab fejlesztésünk, és védelme van 1 darab fejlesztésünk. Ez 4... Hoppá! Ez 7 darab fejlesztést jelent. Bízom benne, hogy minél hamarabb be tudjuk zárni a sorozatot. Most a 13. rész volt.
Remélem élveztétek, és akkor hogyha tetszett ez a videó, dobjatok egy lájkot, hogyha nem tetszett, dobjatok egy diszlájkot, írjátok le a kommentet, hogy miért tetszett, vagy miért nem tetszett, én Csanád voltam, sziasztok!